Szevasz, üdvözlök mindenkire ezen a szép napon, délutánon, mégis nálunk délután van. Nemrég értem haza a munkába, ugye szokás szerint épp, hogy csak megzanyoztam, megebédeltem, és a Davis is megebédelt, lassan el fogunk indulni. Képzeld el, az éjszaka annyi eső esett, ugye mondtam tegnap, hogy esett az eső, mutatom neked. Jelenleg elállt az esőzés, kicsit felős még az idő, mondott záporokat mára, meg lehet, hogy még holnapra is. A csónak nem süllyedt el, képzeld el, megtellett vízzel. Annyi víz volt, inkább a hátuljával, tehát nem az, hogy el akart süllyedni, vagy valami. Volt benne víz, nem olyan nagyon sok, de azért volt benne víz. Tehát ma azért jöttem munkából, és az volt az első, hogy kipumpáltam. Ugye van benne ez az elektromos pumpa. Nem tartott tovább egy 10 percbe, lehet, hogy még addig annyiba se. Úgyhogy szerencsére a csónak nem süllyedt el, kipumpáltam. Az utánfutót, amit úgy volt, hogy ma hoznak, képzeld el, kaptam egy SMS-t, körülbelül egy órával ezelőtt, hogy az illető azt mondta, hogy eladta. Hogy miért adta el? Nem tudom, hogy miért adta el, ugyanis én mondta neki, hogy én 100%-ig ugye meg fogom venni, csak nincsen vonóhorog az autón, én nem tudom idehúzni, és azt mondta, hogy majd csak szombaton ér rá, ide fogja nekem húzni. Valószínűleg valaki más ment, akinek volt vonóhorogja, lehet, hogy azért adta el neki, bár én mondtam, hogy én kifizetem, még a benzinpénzt is kifizetem, csak tudja hozzá el nekem, úgyhogy utánfutó nincsen, jelenleg még mindig ilyen kötélen áll. Ki van kötve, nem áll, hanem ott áll a vízem. Úgyhogy amúgy jön felfelé a víz, látod? Na mindjárt, úgyhogy most valami más utánfutót kell néznem, vagy végülis valamit, amire rá tudom rakni, hogy ide ki tudjam húzni, legalább addig még lefestem. Ugyanis holnap neki akarok állni, szétszedni, kivenni az üléseket, a szőnyeget, kidobni mindent. A motorcsónak valószínű, hogy fehér lesz és kékes. Azért lesz kékes, mert amit néztem ülést, ki akarom cserélni az üléseket, ilyen szép nagy ülésre, nem olyan nagy, de rendes ülésre, és kék minta van benn. Pirosba én nem láttam, nekem a kék tetszik, tehát ezért gondoltam, hogy fehér-kék lesz a hajó, meg lehet, hogy egy kis fekete csík, vagy valami. Na ugye, ma meglátjuk. Jelenleg készülődünk, nem máshova megyünk, mint megnézzük a tévéket, televíziókat, és lehet, hogyha úgy van, akkor majd vásárolunk egyet, hogy melyiket, valószínűleg azt a Sony-t, de azért még egyszer megnézzük a többit is, de majd csak valószínűleg, hogy hétfőn fogják kiszállítani, és az autóban nem fér bele. A mi autónkban nem fér bele, a munkás autóban abban lehet, hogy beleférne, de nem biztos, tehát vagy. Majd meglátjuk, de ma nem azzal megyünk. Na minden, úgyhogy készülődünk, amit elkészültünk, elindulunk, és elmegyünk, hogy miért megyek körbe, nem tudom. Úgy oda néz, jönnek a kacsák, ott lát, na nem hoznánk. Múltkor ott hol voltak? Itt. Itt voltak fent, itt jártak körbe-körbe, és ették a nem tudom miket, valamiket itten bogaráztak, lehet, hogy itt mentek körbe-körbe. Most ott lent vannak. Ha? Itt a Davis is. Szervusz! Mi a helyzet? Kész vagy? Van rajta a cipő? Lucas hol van? Szólunk neki? Menjünk, ott van benne átul a szobába. Szólunk a Lucasnek, aztán elmegyünk és megnézzük azok a nagy tévéket, mi? Mit szólsz hozzá? Megjöttünk! Közben végeztünk, mutatom. Oda. És mind a kettőben bent voltunk, ugyanis múltkor ott néztük a tévét, és végülis itt vettük meg a tévét. Megvettük a tévét, de nincsen tévénk, ugyanis nincsen tévé. Múltkor, ott, mikor? 2 napja ezelőtt? 3 napja ezelőtt? Ide jöttünk, megnéztük, és azt mondták, hogy van nekik 4 darab. 4-et mondtak? Ja, 4-et vagy 5-öt mondtak. Ide jöttünk ma. Nulla. És azt mondták, hogy nulla, nincsen nulla. Nekik abból a tévéből, volt tévék, de nem abból a tévéből, úgyhogy azt mondták, hogy várni kell rá egy hetet, vagy kettőt. Amúgy nem tudom, ellenszenves volt nekem az eladó, annyira nem jött be, nem tetszett, hanem na mindegy. Tehát ahogy el akart adni, mindegy, az nem tetszett. Úgyhogy átjöttünk ide ebbe, ugyanis 2 ilyen bolt van egymás mellett, és itt megvették ugyanazt a tévét, de itt sincs nekik, itt is várni kell rá. És kaptunk egy, mit kaptunk, ilyen ajándékkártyát, na, amit elkölthetsz itt a boltba, hogy mit fogunk venni, azt még nem tudjuk, jelenleg indítom az autót, ingyen házhoz szállítják, hogyha megint azt mondták, hogy 1 hét, maximum 2, bár azt mondták, hogy 7 nap vagy 10. Majd meglátjuk, majd azt mondták, hogy felhívnak, és megmondják, hogy mikor tudják kihozni a tévét, úgyhogy most tévé nélkül vagyunk. Lukasz, oda nézi, van ott szembe. Ott, látod? A régi házunk, nem, lakásunk, ahol laktunk. Itt vagyunk a lámpánál, ott van az a bevásárló, és ott laktunk, nem olyan régen. Mennyi? Mikor költöztünk el? 3 hete? Ja, gondolom. Körülbelül 3 hete. 2-3 hete, jó. 2-3.
Aztán képzeld el, elfelejtettem mondani, rám akartak sózni garanciát, extra garanciát, mindig rá akarnak sózni extra garanciát. Gondolkodtam, hogy megveszem, mert elmondták, hogy miért jó, meg mindig rá akarják ugye sózni, és mindig olyan jókat tudnak róla mondani. Egész addig még meg nem mondták az árát. Általában én úgy emlékszem, hogy ilyen 100 dollár szokott lenni a garancia extra 5 év, vagy 200 maximum. Képzeld el, azt mondták, hogy most akcióban van, már majdnem elkezdtem gondolkodni, örülni, hogy veszek rá extra garanciát. Egész addig még meg nem mondták, azt mondták, most akcióban 699 dollár, 700 dollár 5 évre a garancia, te! Az rettentő sok pénz! Én nem is tudom, hogy lehet ennyit kérni, mert azt mondták, hogy ezek a tévék nem fognak 10 évig tartani, úgy, mint a régebbi tévék, mert valami el fog bennük romlani. Hát nagyon remélem, hogy semmi nem fog belőle elromlani, de 700 dollár garanciára, te! Na mindenközben zöldet kaptunk. Megyünk tovább, be kell menni a boltba, de most nem nekünk, hanem anyukámnak, képzeld el, ugyanis megkért minket, hogy vegyünk neki parizert. Aztán be kell venni kötelet, egy másik kötelet a hajózat túloldalra. Aztán legyünk a szüleimet. Na mit keresünk, Lukasz? Nagyfejű. Ilyen nagyfejű babákat. Na, mit találtam? Ez nagyon hard találni mostan. Mert micsoda? Ez a Green Goblin. Gyönyörű. Ez nagyon sok ez. Nagyon hard találni ez. Oda hátra. Igen, és Davis itt valamit mutatott. Mit akartál itt? Azt akart ezt a masinát megnézni. Látod? Megy benne a játék. Nem mit? Mit nem látsz? Ez amúgy olyan 15-16 dollár szerintem, nem? Ja. Hol van az a lehúzó? Ott én a túloldalt. Van. Megyünk. Nincs itt, hol van? This is actually something hard to find. That's not a joke. Ott a DVD-knél van a lehúzó, valahol. Hol van? Lehúzzuk, megnézzük az árát. Ezt vegyünk tovább. Mi van? Nincs rajta. 19. Általában nem 16 dollár? Nem 16 szokott lenni? Nem. Nézzük a DVD-ket, gyere! A gyerekestét. Nézd itt a Mr. Bean. Hozzáérkeztünk, ahogy látjátok, be is sötétedett, ugyanis járkálok össze-vissza, és égnek a lámpák. Ami ezt a lámpát, nem tudom, hogy lát, biztos, hogy nem láttátok. Meg kell aztán, hogy csinálni a vezetéket. Látod, hogy áll ott fönt, mintha leesett volna, mutatom. Arról a gurigáról, vagy miről, oda fel kellene másznom, és az a baj, olyan magasan van, hogy nem érem el. Székről próbáltam, nem érem el, úgyhogy be kell hozni egy létrát. Amúgy a WC-be, képzeld, amikor beköltöztünk, kiégett a villany. Mi az? Az égő! Mutatom, na most már ég. Ott fönt, látod? Ott, nem égett. Tehát este, amikor kijöttünk a sötétbe, nem láttunk semmit se. Nem volt létránk, most nincs amúgy létránk, a munkásautónak a tetején van a létra. Oda vittem egy ilyen széket, ráraktam ezt a pici létrát, ezt a fehér, ezt a kétfogos létrát, amit a feleségem szokott használni. Ugye a feleségem, biztos, hogy láttátok már a feleségemet, hogy milyen, nem az, hogy láttátok, biztos, hogy láttátok, de hogy milyen alacsony. És van egy ilyen létránk valahol, ez a két fokú, amit most nem találok sehol se, minden valóban el van rakva, és azt rátettem a székre. Én arról rámásztam, és láttam, össze-vissza próbáltam nem leesni. Kicsavartam az égőt, és nem én estem le, nem az égő. Puff, összetörött. Úgyhogy fel kellett takarítani. El kellett menni és venni, ugyanis az új égőt, ja, az új égőt törtem össze. Mert kicsavartam be, akartam rakni másikat, és nem akart becsavarodni, leesett és összetörött. Úgyhogy, nem, vigyázni kell. Úgyhogy ezzel azért nem akarok így megpróbálkozni, hogy ráállok valamire. Ugyanis vagy én esek le, vagy az jön le. Na mire? Amúgy most bejöttem ide a szobámba, még mindig olyan üres minden a falak, látod? Először is kell venni egy asztalt, valószínűleg hónap elmegyünk, megnézzük ezt az asztalt, számítógépes asztalt. Aztán lehet, hogy nekiállok a motorcsónaknak, alig várom, hogy nekiállok, hogy szétszedjem darabokra, kiszedem belőle a szűnyeget, az üléseket. Aztán, amiről akartam beszélni, egy pár kérdésre válaszolni, és mostanában nem volt sok időm válaszolni kommentekre, kérdésekre, e-mailekre, bejövök ide hátulra. Nem tudom miért, de itt jobban szeretek filmezni. De hát ide kell rakni, hogy a Hello, Szia, Szevasz táblát, és nem a Grand Theft Autósat. Majd meglátjuk, még azt is el kell dönteni, hogy hol tesszük. Egy pár kérdésre, azzal gondolkodtam, hogy lehet, hogy kellene csinálni meg egy ilyen kérdezz felek videót, mint ami volt múltkor, hogy vezettem körbe,
hogyha most nem is vezetek, akkor lehet, hogy motorcsónakkal elmegyek és körbeveszem nektek a vizet, bár hogyha nekiállok holnap, akkor nem tudok vele elmenni. Na igen, gondoljátok, írjátok ide a videó alá, hogy mit gondoltok, hogy legyen kérdezfelelek megint, ugyanis megint kaptam kérdéseket, szokásos kérdéseket, mikor elköltözünk, mindig az első kérdés, mennyit fizetsz érte, honnét van ennyi pénzed, meg hasonló ugye kérdéseket, tehát gondoljátok, erre megint tudok majd válaszolni, hogy mennyit fizetek érte, meg hasonló dolgokat, de ez a ház ugye átlag, tehát nem fizetek érte sokat, ez attól függ ugye, hogy honnét nézzük, tehát hogy meg tudod-e magadnak engedni, vagy nem tudod. Hogyha mondjuk dolgoznák eladóként valahol mondjuk a McDonald's-ba, vagy kiszolgálóként, biztos, hogy nem tudnám magam annak meg ezt a házat megengedni, de hogyha fogorvosként dolgoznék, akkor meg biztos, hogy nem ebbe a házba költöztem volna. Tehát értitek, mit mondok? Na mire? Mert erről lehet, hogy bővebben beszélek. Aztán, hogy minek tanuljál tovább, ugyanis a héten ez volt a legtöbbet kérdezett kérdés, hogy minek tanuljatok tovább. Fogalmam nincsen, hogy minek tanuljatok tovább. Én erre nem tudok válaszolni, aminek akartok. Hiába, hogyha megbuktál, vagy ha nem olyan jók a jegyeid, vagy nem tudsz tanulni, hiába akarsz agysebész lenni, akkor se lesz úgyse agysebész, hiába mondom én neked, hogy legyél agysebész. Minél jobban tanulsz meg tovább, ugye, annál jobb munkahelyed lesz valószínű, tehát hogyha agysebész leszel, biztos, hogyha nekem kellene válaszolni, biztos, válaszolom, biztos, hogy nem festő akarnék lenni, bár nem is festőnek tanultam annak idején, csak ez így lett. Tehát az élet alakul amúgy, csak azért, mert mondjuk agysebésznek kezdesz el tanulni, lehet, hogy rendőr lesz beled a végén. Ugye sose lehet tudni, de ilyenre nem tudom azt, hogy minek tanuljatok tovább. Aztán mi volt még a kérdés, hogy lehet kijönni Ausztráliába, mennyi pénz kell hozzá? Hasonló ugye kérdések, nehezen lehet kijönni Ausztráliába, nem lehetetlen, de nehezen, és nagyon sok pénz kell hozzá, segíteni tudok-e benne, nem tudok benne segíteni. Aztán mi volt még ilyen kérdés? Lehet, hogy ezeket le kell leírni, vagy azért mondtam, hogy egy videóba mondjuk valamelyikbe megírtok ugye megint kérdéseket, és én majd válaszolok rá valamikor, ha lesz időm, ugyanis mostanában kevesebb az időm, hogy miért, majd arra is fogok válaszolni, hogy miért kevesebb mostanában az időm, bejöttem ide a szobába. Ugyanis valamit elkezdtem, amit be kellene fejeznem, de ehhez most nem a motorcsónakról beszélek, hanem teljesen másról, és ehhez idő kell, ami a sok időt elvesz mostanában a szabadidőmből. Na minden, aztán majd fogok csinálni egy ilyen, nem filmet, ilyen videót, amit ígértem nektek rettentő régóta, hogy egy teljes napom ugye reggeltől estig, hogy telik, ugyanis még mindig kértétek, hogy mikor fogom ezt lefilmezni. Tudom, hogy ígértem, le fogom filmezni, amint lesz időm rá, meg fogom tenni. Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, és majd folytatjuk tovább jövő héten, ugye mostanában, ahogy mondtam nektek, szerdánként van videó. Én azt hiszem, hogy mostanában szerdánként lesz videó, szombaton meg vasárnap, aztán azt mondom, meg kellene most már tényleg borotválkoznom, ugyanis ma kellett volna, de mivel siettünk, nem borotválkoztam meg. Vagyis lett volna időm, csak szivattam a vizet a csónakból. Úgyhogy, mára ennyit, mindenkinek további szép napot, jó napot, jó reggelt, jó estét szeretnék kívánni, hogy attól függ, hogy mikor nézitek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok! Szia! Szevasz! Hol vagy? Na gyere, hol vagy? Gyorsan te is köszönjél! Szevasz! Mondjad, szevasz! Ott! Na! Ha? Hol vagy? Hello? Szia? Szia, szevasz! Na mindegy, hogy mindig mondja, hogy szevasz. Szia!